csak oda nem, ahova kellett. De megoldotta, és hát a nap végén már nem arról fognak szólni a krónikák, hogy mennyivel, hanem azt, hogy ő az olimpiai bajnok. 800 méteres férfi síkfutás az egyik legkiélezettebb csata lehet ez, úgyhogy nincsen itt az olimpiai aranyérmes David Rudisa és a bronzérmes Clayton Murphy. Itt van viszont a 800 mellett 1500-an is olimpiai ezüstérmes, és nem mellesleg korábbról már olimpiai aranyérmes Taufik Maklufi. Na de ismerkedjünk meg az urakkal, Edwin Kiplagat mellé felel majd azért, hogy jó legyen a tempó, illetőleg itt kint Nicholas Kiplagat Kipköcs is hasonló okokból vállal futást a mai napon. Itt van Taufik Maklufi, 2012-ben olimpiai bajnok lett 1500-on, most Rióban pedig 800-on és 1500-on is második lett. Szenzációs teljesítmény. Itt van Alfred Kipketer, valamint Ferguson cserélt Rotic. Mind a ketten ott voltak az olimpiai fináléban 800-on. Rotic 5., Kipketer 7. lett. Pierre Ambroise Boss 4. volt Rio de Janeiroban, és véletőleg a hazai közönség előtt szeretne bizonyítani. Marcin Lewandowski ott volt az olimpiai fináléban, 6. zárt. Adam Schott viszont világbajnoki ezüstérmesként, kétszeres Európa bajnokként nem lehetett ott a riói döntőben. Vélhetőleg ő is szeretne bizonyítani itt a mai napon. Aztán itt van Boris Perian, felettpályás világbajnok Portlandből idénről, és olimpiai 8. az amerikai. Jonathan Kittlit nem is olyan régen ez a két úriember Lozánban 1000 méterre repesztett egy komoly időt. Szulejmán minden idők top 5-ös ezres idejét futotta. Ő pedig itt Samir Dahmani, egy junior világbajnoki 5. helyezett még 2010-ből. Távoli rokonságban áll Pascal Martino Lagarde-dal és családjával. Hogy a Berkóval ránézek. Igen, nem, persze ez nyilvánvalóan nem igaz. Csupán a hajviseletre céloztál. 1.45-51 az egyéni legjobb, én nem hiszem, hogy vele komolyan kell számolnunk majd a mai napon, de a franciák esélyt adnak a saját futóiknak, ahogy az ilyenkor lenni szokott. Szóval 49-5-ös első kört kellene mennie Edwin Kiplagat Mellinek, és 1.15-nél kellene állnia az órának akkor, amikor 600 méterhez érnek. Ez világcsúcs részidő, tehát nem tudjuk, hogy mennyire fogják majd bírni az urak a végét, vagy hogy felvállalják-e azt a tempót, amit a nyulak repesztenek. Szulejmán rá jellemző módon jön előre, ugyanúgy, mint Boris Berian. Azt nézem közben, hogy Maklufiék merre vannak. Kittli, Kipköcs, Schott. Maklufi utolsó előtti jelen pillanatban. És Pierre Ambroise Boss is ott van a mezőnyben. 50-07. 5 tizeddel lassabb. Hoppá! Berian kiszállt. Maradt Szulejmán, Kittli, Dahmani, Boss, és most már jobb pozícióban Maklufi is. A hosszú egyenest azt meg kellene futni a Maklufinak, de mindenki erre appellál. Melli most fog majd kiállni. 1.16.37. Szulejmán az élen, Kittlit mögötte Boss. Maklufi jelen pillanatban olimpiai ezüstérmesként csak az 5. Dahmani milyen jól fut itt a mai napon. Most jön Maklufi. Szulejmán mennyire fogja bírni a végét? Azért ő 2 nappal ezelőtt egy komolyat futott, ugyanígy Kittlittel harcolt ott, és ott megverte Kittlitet. Itt most nem fogja, de ki fogja még utolérni Kittlitet? Kipketer? Kipketer bizony! Alfred Kipketeré a győzelem, 1.42.88. Maklufi a második, Kittlit jön be szerintem harmadiknak. Fú, a végét nagyon befutották. Azt mondja, Kittlit meg ölébe kapta Frigidert. Ugye azért az, hogy Kittlit és Szulejmán futotta azt az 1000 métert, amit láttunk 48 órával ezelőtt, sőt, kevesebb, mint 48 Igen. órával ezelőtt, hiszen az a program vége fele volt Lozánban. Utolsó előtti számban. Az ember feletti. Kipketer pedig fut egy nagyon taktikus egyéni csúcsot 42-87-tel. Maklufi jól jött a végén, azért látszott ott az ő rutinja. 1 másodperces egyéni csúcs. Egyéni csúcs, igen. Szegény Boss, sajnálom megint. Egyszerűen nem találja el ezeket. És ez innen most már egy kicsit ilyen krónikus kezd lenni nála. Hogy akkor, amikor nagyon meg akar felállni, akkor mindig pont, hogy lecsúszik. Zsimi Viko? Hát,
Majdnem. Az, hogy az idei EB-t nem nyerte meg Boss, az a megmagyarázhatatlan kategória. Azt én állítom, hogy ő nem arra koncentrált, tehát hogy neki nem az volt a fontos, és hogy munkából ment oda. Igen, de ez nyilván igaz volt mindenkire. Próbál elmenni Szulejman mellett belül, és itt, amikor meglátja, hogy tőle jobbra többen is elmennek, akkor egyszerűen elgörcsöl, és onnan nem tud már másik sebességet találni, ráadásul Szulejman még meg is áll előtte. Gyorsan meg fogom nézni, hogy itt Kitlit két napon belül miket futott. Ugye Lozanban 2:13.95 volt az 1000 méterre, ez most itt 1:43.50 környéke legrosszabb esetben, de lehet, hogy még annál is jobb idő. Lehet, hogy 1:43.50-en belülre behozta ezt a 800-at. Fiatal még. Bírja. Legyenek, sehol nincsenek megint. A mezőny végén érkeztek. Rakmani pedig nagyon erősen rácáfolt, körülbelül 650-ig. Hatalmas meglepetésre állt a dolog, aztán... Tessék, 1:43.05. McLuffy is bejött 1:43-on belülre. Jó futás lett ebből. Élete hetét produkálja. 1:44.07, Rakmanitól ő kihasználta azt, hogy ennyire jó mezőnyben futhatott. Másfél másodpercet faragott le az egyéni csúcsából.